Közel 400 bejelentés érkezett Bács-Kiskun megyében a tűzoltósághoz. A tegnapi több mint 100 km/órás széllökésekkel járó vihar rengeteg kárt okozott. A tűzoltók a mai napon is folyamatosan dolgoztak a károk felszámolásán. Vancsora István szerint a Momentum vezetése tisztában van Bodrozsán alkalmatlanságával, mivel minden őt érintő problémáról tájékoztatta a párt vezetőségét, de ők nem foglalkoztak az üggyel, mondta el a baloldali képviselő. Szerdán is viharos széllökésekre kell számítanunk. Komoly szélvihar tombolt Magyarországon vasárnap. Az erőszéllel érkező ciklonok ezen a héten is elérik majd hazánkat. Ma kezdték kézbesíteni az országgyűlési választásról és népszavazásról szóló értesítőt. A közel 8 millió választópolgárnak legkésőbb február 11-ig postázzák az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Elindult az új év első próba folyamata a Cirókabáb Színházban. A Fehér Lófia című mesében magyar népmese motívumok és kortárs bábszínházi formák találkoznak.